Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy mit szereztem be ebben az egy hónapban, októberben. Szereztem, vagy tulajdonképpen vettem egy kozmetikai tatyót, és ennek azért örültem, mert volt hozzá plusz 3, szóval 4 az egybenes csomag volt, így több célra fel tudtam használni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem. Aminek még örültem, vettem a hajamra egy sprayt, a szájasztal, és hővédős, és ha besütöm a hajamat, vagy kivasalom, akkor ugye nem roncsolja a hajamat, és több napig megtartja azt a hatást, amit tulajdonképpen el akartam élni, azt a egyenességet, vagy azt a bongyolságot. És nem kell minden nap nekiállnom, szóval szerintem nagyon praktikus, és ajánlom mindenkinek, mert én elpróbáltam, és nagyon-nagyon jó. Vettem még egy hajsprét, vagy nem hajsprét, a hajamra egy sprét, ami glisszkáros, és arra van, hogy könnyebben ki tudjam fésülni, nem kubancolódik annyira össze, fényesíti a hajamat, táplálja a hajamat, és erősíti a hajamat. Vettem egy kézkrémet, vagy hát legalábbis ezt ajánlották, mert nekem nagyon száraz a kezem, és azt mondták, hogy ez jó lesz. Szerintem nem, sőt szárazabb lett tőle a kezem, úgyhogy szerintem, vagy hát számomra kuka. Vettem az Essence-től egy körömlakkot, gél hatású, és kicsit matos, de csillogó hatása is van, és ez a 35-ös árnyalat. Akkor vettem egy fülbevaló szettet, amiben most csak 3 párt láttok, mert a másik 2 párt, még igazából 3 vagy 5 pár volt benne, azt elhagytam, szóval most csak 3-at láthattok. És egyébként ilyen golyók meg kövek voltak benne, és azért tetszett meg, és olyan színű az a kiegészítő, ami ilyen ruháim többnyire vannak, vagy ez, szóval mindegy. Vettem egy hajpántot, pink hajpántot, ami ilyen anyag hajpánt, vagy nem tudom minek mondják. Ezt szintén nagyon örülök, hogy megvettem, mert amire kellett, arra használom, szóval nagyon jó. Vettem egy dobozt, egy teafilteres dobozt, amit arra vettem, hogy ékszerdoboznak használjam. És azért örülök mondjuk neki, hogy fakkos. Ugye a teafiltereknek van a fakja, de én újra hasznosítottam úgymond, de nem. Vagy fülbevalók, karkötő, fülbevalókhoz ilyen dugók, vagy mi ez, meg ilyenek, meg gyűrűk. És tetszik a fa mintája. És arra gondoltam, hogy az egyik videóban meg fogom csinálni a tetejét, egy kicsit szebbé teszem, vagy divatosabbá úgymond, és szerintem nagyon jól fog kinézni, úgyhogy majd meglátjátok, hogy hogy fog kinézni. Ezeket vettem ebben a hónapban, ugye októberben, és ha tetszett a videó, lájkoljatok, maradjatok velem a következő videóban is. Sziasztok!